Bilincsben hozzák a ceglédi ügy három gyanúsítottját. A három nőt ma előzetes letartóztatásba helyezte a szegedi járásbíróság. Mindhárman a szombathelyi székhelyi humánapparátus ZRT alkalmazott, illetőleg vezető beosztású alkalmazottja. A gyanú szerint mindhárman közvetlenül dr. Cegdi Csaba utasítása, illetőleg irányítása mellett vettek részt a bűnszervezet tevékenységében. Velük együtt már 10 vannak előzetes letartóztatásban. A volt baloldali önkormányzati képviselő Ceglidi Csaba már 4 hónapja. A gyanú szerint az MSZP városi elnökségének tagja 9 társával együtt több mint 3 milliárd forintos kárt okozott. Egy olyan céghálózatot működtetett, ami a nyomozás szerint a kiközvetített diákmunkások után nem fizette be a közterheket, és a diákok egy részének bérével is adós maradt. A Fidesz azt állítja, a ceglédi ügy mögött Gyurcsány Ferenc és a baloldal áll. Budai Gyula szerint ezt egyebek mellett az bizonyítja, hogy ceglédi jogi képviseletet nyújtott a DK-nak, és 80 millió forint kölcsönt kapott Gyurcsány családi cégétől. És az is milyen furcsa, hogy az Altus, a Gyurcsány családi cég, abban az osztrák bankban vezette a számláját, ahol Ceglédi Csaba titkos széfje volt. Én azt gondolom, hogy véletlenek nincsenek, ezen el kell gondolkozni, és Gyurcsány Ferencnek végre szint kéne valani ebben az ügyben. Ceglédi Csaba ügyvédje szerint a vizsgálatban soha nem merült fel Ceglédi és Gyurcsány kapcsolata. Soha egyikben sem szerepelt semmilyen módon sem Gyurcsány Ferenc, sem az ő cége, sem az ő cége által nyújtott hitel, se a gyanúsításban, se erre vonatkozó utalásokban, soha semmilyen módon ebben az ügyben eddig ez fel nem merült. Gyurcsány Ferenc visszautasította Budai Gyula állítását és pert indított ellene. A DK szerint a Fidesz koncepciós ügyet kreál. Most a kampány közeledtével 5 percenként be fog vinni valakit, miközben az ellenzék egyébként folyamatosan tesz feljelentéseket Fidesz politikusok ellen, amelyeket viszont még csak ki sem vizsgálnak, nem hogy gyanú legyen, még csak ki sem vizsgálnak, így aztán élünk a gyanúperrel, hogy ez is egy koncepciós per. Gréci Zsolt szerint Ceglédi Csaba azért tartozik a diákok munkabérével is, mert az eljárásban zárolták a cég számláját. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn jelentette be, hogy egy határozati javaslat elfogadását kezdeményezik, amely felhatalmazná a kormányt arra, hogy a költségvetés általános tartalékából kártalanítsa a diákokat. Körülbelül 1000 diák 2 havi munkabéréről van szó, ami nagyjából 100 millió forint lenne. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a diákok mikor juthatnak a pénzükhöz. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.